Sziasztok, Drami vagyok! Ebben a részben azt szeretném nektek megmutatni, hogy hogyan lehet a legegyszerűbben ametiszt geódot találni, vagyis azt a kis gömbszerű képződményt, ahol az új 1.17-es lila blokkok találhatók. Vágjunk is bele! Ehhez egy éjjellátási talára van szükség, aminek a receptje egy aranyrépa, kell még hozzá egy főzőállvány és egy nedőrwort vagy bibircsók, és lehetőség szerint egy vörös kőpor, hogy meghosszabbítsuk 3 percről 8 percre a hatásfokát. El kell mennünk egy óceánhoz, ott megisszuk a éjjellátás italt, nagyon jól látjuk az óceán fenekét, és útnak indulunk. Azért jó ez a módszer, mert ezek a geodok a 70-es Y-koordináta alatt találhatók, és óceánfenéken is képződhetnek, vagyis nagyon könnyen beazonosíthatók. Tulajdonképpen ez a hajóroncsok víz alatti strongholdok felkutatására is egy tök jó módszer, hogy éjjellátási talával hajókázunk. De mivel a geodokra nincs jelenleg jobb módszer, ezért ez a leghatékonyabb, hogyha utazunk a vízen és keressük azokat a bazalt gömbszerű képződményeket, amik jelölik ezeket a geodokat. Ez általában pár perc hajókázás után az óceánon meg is található, és nagyon jellegzetes, könnyű kiszúrni, így, hogy jól látunk a víz alatt is. Ezek a az új blokkok egyrészt nagyon klasszak, jó színük van, illetve az új tárgyak, mint a távcső vagy a ez az új üveg előállításához is szükséges, ezért nagyon jó lenne, ha hamarosan megtalálnánk az első ilyen geódunkat. Már a második hajóroncs mellett megyünk el. Na, ott van valami. Így van. Meg is találtuk, hiába bújt el ott a hínárosban az éjjellátási talával. Ez egy jellegzetes, sötét, szürke, bazalt megmutatta magát. Kapkancsunk is be. Tehát ezt a blokkot kell keresni, mögötte a fehér kálciummal, és meg is találtuk. Egy gyönyörű kis víz alatti geod, akár egy bázist is be lehet itt rendezni. Kibányázhatjuk az első ametisztünket, illetve ezeket a szép nagyra nőtt ametiszt sárdokat is begyűjthetjük, hogy elkészítsük mind a távsüvet, mind pedig ezt a fényt átnemeresztő sötét üveget. Megvan az első glowingünk is, ami szintén az 1.17-nek a újdonsága. És ezzel igazából a mostani célunkat teljesítettük is. Köszönöm, hogy velem tartottatok, remélem, hogyha eddig nem találtatok ametiszgeodot a világotokban, akkor most már könnyebben fog sikerülni. Ha esetleg az éjjellátási talával nem boldogultok, belinkelek egy videót, ahol a varázsital készítési rejtelmeiről mesélek. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Drami vagyok. Sziasztok!